Az interpellációmat azzal kezdtem írásban, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik kis faluja, Túrice, egy förtelmes ügyről híresült el. A polgármesternek kreatív ötletei támadtak, és a közmunkások bérét nem pénzben fizette ki, hanem maga által gyártott utalványokban. Nem példátlan ez az ötletelés, hiszen sajnos a megyében pár helyen már előfordult hasonló, majdnem hasonló eset. Tette ezt mindazokkal szemben, akik egyébként is kiszolgáltatottak, hiszen nem jutnak jó munkahelyhez, és kevés pénzből kénytelenek megélni. Jelen pillanatban, ha jól tudom, vizsgálat folyik a polgármester ellen, mint ahogy vizsgálat folyik néhány más település polgármestere ellen is. Ugye nem kell ecsetelnem, hogy ez a helyzet, amit a polgármester előállított, az visszaélt ezeknek a szerencsétleneknek a kiszolgáltatott helyzetével. Zárójelben mondom, úgy bukkant fel az ügy, hogy a szülők nem tudtak cipőt venni a gyereknek, mert készpénzük nem volt, a boltban meg nem volt cipő. Ezért tehát én azt szeretném kérdezni államtitkár úr, hogy azon túl, hogy természetesen kötelezően sajnálkoznak majd az eset felett, mit akarnak tenni? Hiszen van dolga a kormánynak, aki törvényeket tud benyújtani a parlamentnek, és van dolga a tisztelt háznak is, hogy szabályokat alkosson. Mit akarnak tenni, az ügyben kérdezem, hogy megakadályozzák, hogy előfordulhasson az, ami előfordult ebben a faluban. Abban a faluban, azon a Magyarországon a falvak többsége félfeudális viszonyok között él, ha nincs legalább 10, 20 vagy 30 munkahely. És hogy mire lehet gondolni, olyan szabályokra, amelyek garanciát adnak, garanciát arra, hogy ilyen esetek ne fordulhassanak elő. Ezek a szabályok szigorúan kell, hogy szankcionálják azokat, akik megszegik, nevezetesen polgármestereket vagy polgármesteri hivatal dolgozókat. És elrettentő hatásúnak kell lenni, hogy ne tehessék meg azokkal az emberekkel, akiknek pont elég bajuk van anélkül is. Ezért tehát tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, azzal a kérdéssel, kéréssel fordulok a kormányhoz, hogy alkosson szabályt, akadályozza meg az ilyen méltatlan, megalázó, aljas históriákat. Úgy gondolom, államtitkár úr, hogy ha ez a kérdés nem jogos, akkor nyilván nem fog konkrét ügyekről beszélni. Mégis szeretném, ha konkrét kormányzati tervekről, kormányzati intézkedésekről, kormányzati törvényjavaslatokról beszélne a válaszába. Elnök úr, köszönöm a lehetőséget, államtitkár úrnak pedig köszönöm a szót. Pogácsás Tibor államtitkár úrnak adom meg a válaszadásra a lehetőséget, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Képviselő úr igyekezett a feladatot teljesíteni, és a rövidírásos szöveghez képest is igyekezett kibeszélni a három percet, de ez alatt a három perc alatt, amíg a képviselő úr erről az esetről beszélt, arról tett tanúbizonyságot, hogy nem ismeri, vagy nem akarja ismerni a jogszabályokat, hiszen az, én azt gondolom, hogy ön által, képviselő úr, ön által is ismert tény, hogy a munkabér kifizetése az a munkáltató kötelessége és a felelőssége is. Ennek a részletszabályait tartalmazza a munkatörvénykönyve. Igaz ez a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottakról is, és ennek megfelelően akár a munkatörvénykönyve alapján a munkabért készpénzben vagy a munkavállaló által megadott számlaszámra utalással kell megfizetni. Tisztelt képviselő úr, itt általánosságokban beszélt arról, hogy több helyen előfordultak visszaélések, meg hasonló visszaélések. Tájékoztatom arról a tisztelt képviselő urat, hogy a 4827 eset 2016-ban, amelynek során a kormányhivatalok ellenőrzés alá vontak közfoglalkoztatási programokat, a 4827 esetből 30 program esetében volt szükség arra, hogy visszafizettessék a közfoglalkoztatáshoz nyújtott támogatásokat, és 14 esetben büntető feljelentésre került sor. Tehát ehhez hasonló, vagy bármilyen a közfoglalkoztatással kapcsolatos visszaélés megelőzésére a szükséges hatáskörrel rendelkeznek a kormányhivatalok és a járási hivatalok, és ezeket az ellenőrzéseket rendszeresen és folyamatosan végzik.
Ezen túlmenően a Belügyminisztérium közfoglalkoztatási helyettes államtitkársága, mint a közfoglalkoztatási programok szervezője és felügyelője is kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a közfoglalkoztatásra nyújtott támogatások szabályszerűen kerüljenek felhasználásra, azokkal visszaélések ne történhessenek. Nyilvánvalóan, ha valaki törvényszeg, akkor a törvényszegésnek megvannak a következményei, szükségszerűen először egy feljelentés, egy bizonyítási eljárás következik, és azt követően pedig a bíróság dönthet arról, hogy a törvényszegésnek mik a következményei. Ezzel az üggyel kapcsolatban azt tudom elmondani a tisztelt képviselő úrnak, hogy több feljelentés is született. A visszaéléssel kapcsolatban egyértelmű, hogy senki nem teheti meg azt, hogy a munkabér helyett maga által készített papírfecniket ad a munkavállalóknak, akár piaci foglalkoztatásról, akár közfoglalkoztatásról beszélünk. Ennek megfelelően a feljelentések egyesítésre kerültek, és folyik a nyomozás. A nyomozás során a beszerzett adatok figyelembevételével a hamis magánokirat felhasználása gyanúját túlmenően felmerült a hivatali visszaélés, a jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és a nagyobb hátrányt okozó csalás büntetének, mint céleseménynek a gyanúja is. A nyomozás jelenlegi határideje 2017. július 7-én lejár, azonban amennyiben szükség van rá, akkor természetesen a nyomozás határideje meghosszabbítható. Tehát a Belügyminisztérium, illetve azok a hivatalok, amelyek a közfoglalkoztatás és programok ellenőrzésére hivatottak, működnek, jól működnek, a szükséges feladatukat ellátják. Az pedig, hogy a vádemelés megtörténik-e, illetve az, hogy a bíróság a képviselő úr kívánságának megfelelő ítéletet hoz-e, az a bíró feladata. Köszönöm szépen, elnök úr! Kérdezem, képviselő urat, elfogadja a választ. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, eszem ágában nincs a bíróságos szerepét átvenni, majd teszik a dolgukat. A probléma nem ez. Tehát én két dolgot igyekeztem kérdezni. Rendben lévőnek találják a jelenlegi jogszabályi környezetet, terveznek-e valamilyen lépést? Ön a következőket válaszolta. Jogszabályi környezet teljesen rendben van, az ellenőrzés tökéletesen működik. Akkor mondja már meg államtitkár, hogy az Istenbe csinálhatta ez az ember azt, amit csinált évekig? Hogy? Hogy a csodába történt az, tisztelt államtitkár úr, hogy drágábban, a boltjárnál drágábban papírfecnikért árusított a saját boltjában? Hát ha ez rendben van, államtitkár úr, akkor azt hiszem, hogy nekünk olyan nagyon vitázni nincs miről. Azért nincs miről vitázni, államtitkár, mert úgy gondolom, hogy pont ezeket a speciális helyzeteket kellene megelőzni, megakadályozni, büntetni, és ehhez kellene valamilyen szándék. Nem fogadom el a választ, elnök úr, köszönöm a szót.